Most pedig felkérem Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, hogy nyissa meg a napot, köszöntse az egybegyűlteket. Tisztelt madocsaiak, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit a már hagyományjá vált falunapi rendezvényünk alkalmából. Falunapi rendezvényünket immár 17. éve mindig azonos időben, augusztus 20-a környékén rendezzük meg. Rendezvény 17 évét tekintve fontos eseménynek számít a település életében. Az eltelt 17 év is bizonyítja, hogy nagy szükség van egy olyan rendezvényre, ahol a település lakói és az ide látogató vendégek kikapcsolódhatnak, jól érezhetik magukat. Ezeknek a rendezvényeknek a szórakozáson túl is van jelentősége, mégpedig az az összetartó erő, ami ezeket életben tartja, működteti. Erre az összetartásra és az együtt gondolkodásra, a tetrekészségre egy kis településen mindig nagy szükség van. Mert meggyőződésem, ha a lakosság körében ezek a tulajdonságok jelen vannak, könnyebb megérteni a hétköznapi gondokat, mások problémáit, tudunk örülni a szépnek, és tudjuk pozitívan értékelni a körülöttünk lévő világot. Kedves vendégeink! Az idei évben is, hasonlóan az előző évekhez, igyekeztünk egész napra valamilyen szórakozást biztosítani, megfelelve minden korosztály igényeinek. Próbáltunk a műsort úgy összeállítani, hogy minél többet mutathassunk magunkból, gyermekeink tehetségéből, a hagyományunk szépségéből. Falunapi rendezvényünket a hagyományaink szerint minden évben gazdagítja egy kiállítás. Az idei évben csak abban különbözünk az előző évektől, hogy a mai rendezvényünket két kiállítás teszi gazdagabbá. Művelődési házban a nyugdíjas kor tagjai által készített Goblen kiállítást, a mozi előterében pedig Balogné-Beni Csibolya festményeiből készült kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők. Bíztatok mindenkit arra, hogy nézzék meg, mert érdemes. Biztos vagyok abban, hogy el fogja nyerni az önök tetszését is. Kívánom, hogy a mai nap legyen egy olyan nap, ahol emberi kapcsolatok erősödnek, barátságok kötődnek. Legyen ez a nap a dolgos hétköznapok közben a gondtalan szórakozás, a kikapcsolódás napja. Higgyék el, az ilyen napokra szükségünk van ahhoz, hogy erőt merítsünk belőle, hogy újra vállalni tudjuk a hétköznapok terheit. Mai rendezvényünk szervezésében nagy segítség volt számunkra a vállalkozásoknak a támogatása, illetve az a sikeres pályázati támogatás, amit az önkormányzat kapott a mezőgazdasági vidékfejlesztési hivataltól. Szeretném megköszönni minden támogatónknak az önzetlen segítséget, amelyet lehetővé tették számunkra a mai nap sikerét. Mindenfajta támogatásnak nagyon örülünk, hiszen az önkormányzat támogatások nélkül szűkös költségvetésből képtelen lenne ilyen rendezvények megtartására. Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik a mai rendezvény sikeréért dolgoztak és dolgoznak a mai napon is. Itt szeretnék külön is köszönetet mondani a Református Fiatalok Klubja tagjainak azért, hogy játékos vetélkedőkkel, ügyességi játékokkal szórakoztatták gyermekeinket a délelőtt folyamán. Jól esett ez a felajánlásuk annál is inkább, mert ez nem mindig volt gyakorlat. De ez példa is mutatja, hogy helyi összefogással még színvonalasabb, még pergőbb rendezvényt lehet kivitelezni. Még egyszer mindenkinek nagyon köszönöm a támogató, önzetlen segítséget és a kitartó munkát egyaránt. Mindenkinek a mai napra nagyon jó szórakozást kívánok!